itt van velünk már is. Bárándi Gergely, az MSZP jogi és közigazgatási tagozatának elnöke. Jó, az első kérdésem, hogy maga szerint jó elve az, hogy tegyük a beszédet büntethetővé? Szó sincs róla. Ez a tervezet nem és a mi álláspontunk nem a szólásszabadságot kívánja igazából korlátozni. Ennek kísértetiesen hasonlít ez a tervezet arra, mint hogyha a szólásszabadságot próbálnák korlátozni. Hát és a szólásszabadság az nem korlátozhatatlan alapjog. A szólásszabadságot ma a hatályos jogszabályok alapján, és itt értem alatta a büntető törvénykönyvet is, több rendelkezés korlátozza. Gondoljanak itt a becsületsértése vagy rágalmazásra, tehát olyan kijelentést sem szabad tenni, ami a másnak a becsületét sért. Hát így a nyugati civilizáció, meg úgy általában a felvilágosodás egyik alapja, meg annak a polgári demokráciának, hogyha így ezt lehet nevezni, amiben élünk. Az alapja, az az elv, amit az emberi és polgári jogok nyilatkozatában fogalmaztak meg, hogy a szabadság annyit jelent, hogy minden szabad, ami másnak nem árt. Tehát arról van szó, hogy ha valakit mondjuk megfenyegetek egész konkrétan, mondjuk az ő személyes biztonságára vonatkozóan, mondjuk megfenyegetem azzal, hogy én őt az ő fizikai biztonságában veszélyeztetem, az egy másik kategória, mintha mondjuk elmondom egy közösségről a véleményemet, és mondjuk gyűlölködöm az iránt a közösség iránt, de attól még én a véleményemet szubjektíve elmondom, ártó szándék nélkül. Ne felejts el, hogy az emberi méltósághoz való jog is alkotmányos alapjog, és ezt is valóban a felvilágosult demokráciák termelték ki magukból nagyon helyesen. És én azt gondolom, hogy itt máshol nincsen szó, mint hogy a szólásszabadságot csak és kizárólag olyan mértékben korlátozom, hogy egy másik alkotmányos alapjog, nevezetesen is az emberi méltósághoz való jog érvényesülni tudja. Tehát akkor ön... A becsületsértés esetén is ugyanez. Hát hogyha az alkotmányos, tehát hogyha az emberi méltósághoz való jog, az egy elévülhetetlen jog, és nem lehet róla lemondani, mert alapvető jog, akkor ön például büntetné azokat a televíziókat, amelyek a műsoraikban mondjuk egy valóságshowban bekamerázzák a WC-t és bekamerázzák a fürdőszobát, és azt közvetítik a társadalom széles rétegei számára, tekintettel, hogy eljátszák azoknak az embereknek a méltóságát, akik abban a műsorban szerepelnek. Tehát ez akkor ön szerint ezt is büntetni kéne? Nem, szó sincs róla. A büntetőjog ismeri, mint büntethetőséget kizáró okot a sértett beleegyezését. Azok az emberek, akik oda mennek, azok ezt vállalják. Tehát akkor arról van szó, hogy van egy jog, amiről én lemondhatok. Tehát akkor itt nem elévülhetetlen jogokról beszélünk, nem alapvető jogokról van szó, hanem olyan jogról, amiről én lemondhatok. Az emberi méltósághoz való jog az egy alkotmányos alapjog. Ugyanakkor a büntethetőség, ugye, hogyha most büntetőjogról beszélünk, mert arról beszélünk, bűncselekmény esetén, hogyha a sértett kvázi hozzájárul ahhoz, és itt kivétel az emberi élet, amiről lemondani nem lehet, ugye, tehát a saját halálában nem egyezhet bele senki, minden egyes jogáról, amit a büntetőjog véd, lemondhat. Tehát ha én azt mondom, hogy mondjuk bemegyek egy sportpályára boxolóként, akkor nem jelenthetem föl utána a testi sértésért az ellenfelemet. Ugyanerről van itt is szó, abban az esetben, ha valaki bemegy és bekamerázzák, de egyébként ez a kamerázás nem büntetőjogi kategória. Csak egy gondolatot igen. Még engedjen meg. Ez arról szól, és nem másról, hogyha védi a büntetőjog az egyes emberek becsületéhez fűződő jogot, akkor nem értem meg azt, hogy miért ne védené egy egész közösségnek, ami nyilvánvalóan több emberből áll, a becsületéhez és emberi méltósággal fűződő jogot. Ez egész egyszerűen a gyűlöletbeszéd, ha a becsületsértés alkotmányos, abból levezethetően ez is alkotmányos. Tényleg szeretnénk azt bevezetni ebben az országban, hogy a politikusok elővegyék a gyűlöletmétert, és ennek alapján Magyarországon embereket hallgatassanak el. A gyűlöletméter alapján, aminek aztán később a kijelzője valahogy pont a megfelelő politikai értékek mentén mutatnak ki. És pont azok a politikusok, akik többet köpködnek egymásra és gyűlölködnek egymás iránt, mint bármelyik másik társadalmi réteg. És ők fogják PNS-táról megmondani nekünk, hogy mikor fogjuk be a szánkat. A gyűlöletméternek a fogalmát nem tudom értelmezni, de azt mindenképpen el tudom mondani, hogy ezt nem a politikusok fogják értelmezni, hogyha büntetőjogi szankcióval sújtható valami, és valamiben büntetőjárás indul, akkor a bíró lesz az, aki mérlegel. És a gyűlöletbeszédről szóló törvény az
meghatározza a törvény, amelyik... Hadd mondjam végig. Ugyanúgy fog mérlegelni, ahogy kialakult egy bírói gyakorlat arra, hogy mi számít becsületsértésnek és mi számít rágalmazásnak. Rengeteg BH, rengeteg jogegységi határozat szól erről. Ha egy ilyen törvényt megalkotunk, ami nyilvánvalóan a bírói mérlegelésnek teret enged, akkor erre is ki fog alakulni a bírói gyakorlat. Tehát nem a politikusok fogják... Tehát ez azt jelenti, hogy a törvényben... Ez azt jelenti, hogy a gyűlöletbeszédről szóló törvényben, amit önök terveznek, nem fog szerepelni, hogy mi számít gyűlöletbeszédnek. Hát ön föl tudná sorolni konkrétan, hogy mi minden számít annak? Nem én terjesztettem elő. Nekem eszembe se jutna ilyen törvényt beterjeszteni. Annyit még befejezésképp a gondolatsoroz, tehát a jogszabálynak annak mindig elvontnak kell lenni, hiszen a jogalkotó nem tud minden egyes élethelyzetet figyelembe venni, ami felmerülhet ugye az élet során. Ezt mindig a bírónak kell az absztrakt jogi normát értelmezni, és az adott esetre rávonatkoztatni ezt a normát. Tehát itt sincs másról szó. Arról van szó, hogy a bírói gyakorlat fogja kialakítani azt, hogy milyen jellegű megnyilvánulások fognak kvázi gyűlöletbeszédnek minősülni. Sőt, arról sincsen szó, hogy a politikai közbeszédet kívánnánk ezzel formálni, mert értelemszerűen, és mi is úgy gondoljuk, hogy a szólásszabadságnak, a sajtószabadságnak nagyon komoly szerepe van az alkotmányos jogrendszerben. Mi azt mondjuk, hogy olyan szinten korlátozni, hogy bár mindenki, minden népcsoporttól elmondhatja a véleményét, de annak egyetlen korlátja van, hogy ezeket az embereket, ezeket a csoportokat a méltóságukban nem sérthet meg. Kedves uram, én a következőt hallom ebből, hogyha ez nem működik, tehát hogyha effektíve nincsen jó jogi szabályozás, ahonnan kezdve a bíró számára egyértelmű, hogy mi az, ami gyűlöletbeszédnek minősül, és mi az, ami nem, ha nincs egy ilyen szabályozás, akkor ez egy tartalmatlan javaslat. Lévén, hogy nem lehet milyen tartalma feltölteni. Ha viszont van, akkor onnantól kezdve önök... A tartalmatlan a becsületsértésnek is a tényállása ezek szerint szerkesztőr, ugye? Mert ott se határozzák meg, hogy melyik jelentések minősülnek becsületsértésnek, csak azt mondja, hogy az, aki másnak a becsületét sérti. Ennyit mond a jogszabály, és a bíró fogja eldönteni, hogy a sérti vagy nem sérti. Uh-huh. Akkor ez is egy alkalmazhatatlan jogszabály ezek szerint, ami évszázadok óta kialakult. Hogyha ez a törvény, ez már réges-régen létezett volna, úgy gondolom, hogy rengeteg sok haladó gondolkodóba folytották volna bele a szót ugyanerre való hivatkozással. Ott volt például Petőfi, aki megírta az Akasszátok fel a királyokat című versét. Na hát az aztán gyűlöletbeszéd. Fennálló társadalmi rend elleni izgatás egészen. Hát a fennálló társadalmi rend megdöntésére vonatkozó gyűlöletbeszéd és társadalmi izgatás. Tehát, hogy Petőfit egy ilyen törvény alapján le lehetett volna csukni konkrétan. Tehát, hogyha ez egy elvetemült javaslat lenne, akkor jogállamok tucatjai nem alkalmaznák a büntető törvénykönyvükben a gyűlöletbeszédet. Így például nézzük meg Németország jogrendszerét, nézzük meg Ausztria jogrendszerét. Ezek az országok annyira rettegnek a saját náci múltjuktól, és annyira félnek attól, hogy vissza fog térni az a világ, amitől elkülönbözni vágynak, hogy ezt a biztosítékot a világ felé mint gesztust meghozták. Na most, amikor egy szabályozásról beszélünk, akkor ne más országok törvénykezését másoljuk le, hanem maradjunk az elveknek a szintjén. Én azt gondolom, hogy elvekből kell kiindulni a törvényeknek, nem pedig a copy-paste. Tehát nem pedig a Ctrl-C, Ctrl-V gomboknak a... Lehetünk tanulni, és az európai jogfejlődésnek része a magyar is. Ha megnézi a összehasonlítja mondjuk a német jogrendszert a magyarra, igen sok hasonlóságot talál, ezek a jogrendszerek egymásra hatnak, közös eredmények vannak. Attól, mert föltalálták Németországban is a gépkocsit, attól Magyarországon nem kell újra föltalálni. Attól, mert Magyarországon föltalálták a dinamót, azt nem kell Németországban újra föltalálni. De attól, hogy Hiroshimában bevetették az atombombát, attól még hiba lenne Budapesten is bevetni. Azért ez egy erős hasonlat. Én azt gondolom, hogy ez egy erős hasonlat volt, de attól még, hogy valami máshol működik, már pedig az atombomba az működött, attól még nem kéne működtetni mindenütt. Ez igaz, de attól még nem lesz valami jó vagy rossz, hogy máshol igaz. már volt rá precedens, hogy bevetették. Attól, mert máshol működik, attól még működhet itt is. Tehát ez én megfordítanám a gondolkodást. Én azt mondom, hogy attól, mert máshol jól működik. Ebben önnek igaza van, viszont ne azzal érveljen, hogy máshol működik, akkor viszont, mert akkor nem azon múlik, hogy máshol működik, hogy itt működik-e, hanem azon múlik, hogy az elvek próbáját kiállja-e. Tehát, hogy vizsgáljuk ezt meg közelebbről. Én ezzel érvelek, és nem tekintélyelvű gondolatokat hangoztatok, hanem a mi javaslatunk
alkotmányunkban tételesen le van írva, hogy hol milyen jogi tárgyal, milyen társadalmi érdek miatt, milyen alkotmányos rendelkezések alapján, milyen büntetőjogi módszerekkel, és melyik fejezetben, melyik cím alatt kívánjuk szabályozni a gyűlöletbeszédet. Tehát a mi javaslatunk igencsak konkrét. Jó, az önök véleménye szerint ugye itt főleg a Szlóta kijelentéseire vonatkoznak ezek. Vannak olyan cselekmények, amelyeknek a társadalmi veszélyessége óriási, ezért van szükség egy ilyen javaslatra. Na most nekem két kérésem lenne. Az egyik az az, hogy a szólásszabadság korlátozása nem rejt óriási társadalmi veszélyeket. És az, ha egy kicsit empatikus vagyok, és az próbálom elképzelni, hogy mit szeretnének önök ebben elérni. Gondolom azt, hogy ezek a szélsőséges verbális megnyilatkozások, meg általában a szélsőségek kicsit letörjenek. Most én azt gondolom, hogy ez pontosan olyan kúra, amelyik megöli a beteget. Tehát amikor az a kúra, hogy a szólásszabadságot korlátozom, ez pontosan a legjobb táptalaja a szélsőségek erősödésének, hogy ők azt érezzék, hogy az ő hangjuk nem hallatható, stb. Nem a politikai stílust kívánjuk ezzel formálni, mindenki elmondhatja, akár még a meghökkentő nézetét is egyes népcsoportokról, egyetlen egyet nem tehet meg, és itt egyetlen egy korlát van, őket emberi méltóságukban és becsületükben nem sérthet meg. Ő elmondhatja, ő kifejtheti akár tényleg meghökkentő nézetét arról, hogy a kékszeműeknek miért nem szabad vezető pozíciót betölteni, miért kéne ebből az országból elköltözniük. És mi van akkor, hogyha ez az ő. De mi van akkor, hogyha ez az ő méltóságukat sérti? Tehát ön szerint még nem sérti, de mondjuk az ő méltóságát sérti, és akkor a bíró majd eldönti, hogy az én méltóságomat mi sérti és mi nem. Tehát biztos, az ő méltósága eldönti, hogy az ő méltóságát sérti. Ő méltósága dönti el, igen. Tehát, hogyha belegondolok abba, hogy a bírót én megbízom-e azzal, hogy az én méltóságom sérülékenységének a kérdésében döntsön, hát inkább a pszichoanalitikusomat, de még azt se szívesen. A bírót viszont megbízta egy csomó minden mással is a társadalom. A bíróság egy önálló hatalmi ág, és a bírónak éppen hogy az ilyen dolgok feladata. Egy független magyar bíróságnak, és én azt gondolom, hogy a bírákat kell annyira becsülni, hogy lesz annyi bölcsességük, ahogy egyébként megvolt minden más ügyben is. Azért nem értem, hogy miért vált ki ez ilyen közfelháborodást, amikor tényleg hatodszor utalok vissza a rágalmazás becsületsértésre. Ott is kialakították azt a gyakorlatot, ami mindmáig elfogadott. Mindig újra és újra precedensekkel jön, de lehet, hogy én már ezekkel a precedensekkel sem értek egyet. Tehát amikor van erre precedens más jogi kategóriákban, van erre precedens más országokban, de lehet, hogy ott is hibás. Tehát lehetséges, hogy azok a precedensek, amelyeket ön citál, annak érdekében, hogy elfogadhatóvá tegye a javaslatot, azok már elfogadhatatlanok akár az én számomra, akár bárki számára, aki mondjuk az elvek szintjén olyan mértékben szabad elvű, mondjuk a szólásszabadság. Hiszen ez alapvetően egy liberális érték. Én úgy gondolom, hogy ebben egyetértünk. De úgy tűnik, hogy a társadalom többsége számára elfogadható. Mert senkiben nem merült fel a kérdés, vagy legalábbis borzasztó kevés emberben, hogy mondjuk ezt a két törvény helyett törölni kéne a BTK-ból. Ha pedig ez így van, akkor véletlenül ez a társadalmi közfelfogással egyezik. Nézze. Ilyen formán erre tudok még hivatkozni a többi érv mellett, hogy egy BTK-nak mindig a társadalmi felfogást kell tükrözni, nyilvánvalóan az alkotmányossági keretek között. Nem jutott másnak eszébe ezeket a törvényhelyeket a BTK-ból kiiktatni, föl sem merült ennek a lehetősége, föl sem merült ennek a szükségessége, és én azt gondolom, hogy ez semmi, alig különbözik, egy kicsit nagyobb a társadalomra veszélyessége, mint azoknak a cselekményeknek. Volna egy kérdésem. Igen? Hogyha én idéznék önnek egy Petőfi verset, akkor elmondaná nekem a véleményét arról, hogy ez közösség elleni izgatása, vagy sem? Idéznék egy verset, legyen szíves, hallgassa meg. Nem fogok tudni véleményt mondani róla, megmondom önnek, mert a közösség elleni izgatás az egy már, azt meg tudom mondani, hogy a jelenlegi szabályozás szerint közösség elleni izgatás. A gyűlöletbeszéd, mert hogy itt erről beszélünk egy ilyen kategóriáról. Mit nem beszél az a német, hogy az Isten nyila ütné meg? Rátör azért a magyarra, országomat elfoglalja. Foglalod a kurvanyádat, de nem ám az én hazámat. Na most, hogyha egy német hallva ezt a verset azt mondja, hogy ez gyűlöletbeszéd, én azt gondolom, hogy minden, hogy mondjam, jogi kategória szerint, amit az önök gyűlöletbeszéddel kapcsolatos törvénye tartalmazhat, igaza lehet. Ez alapján Petőfi Sándort börtönbe lehet csukni. Az a kérdés, hogy akarunk-e olyan világot, ahol Petőfit börtönbe sukják?
Kicsit populista módon fogalmazza meg, én azt gondolom, a problémát. Én most ezt nem tudom megmondani, hogy ez ennek minősül vagy nem, de uram, bocsá, és hangsúlyozom, nem a konkrét példa kapcsán mondom, de uram, bocsá, egy nagy köztiszteletben álló költő vagy ember is elkövethetően cselekmény. Ilyenkor le kell ültetnie adott esetben, hogyha... Nem feltétlenül, ezt magyaráztam, hogy azért vannak fokozatok. Vannak fokozatok, és nem úgy kell elképzelni, hogy aki ilyet mond, azt egy megítélés alá vesszük előre kitervelt emberölővel. Hát természetesen nem. De az, hogy ez a cselekmény tilalmazott legyen, és ezzel a cselekménnyel kapcsolatban az államhatalom fel tudjon lépni a polgároknak a védelme érdekében, egyes társadalmi csoportok védelme érdekében, én azt gondolom, hogy ez szükséges. Azzal zárnám a beszélgetésünket, hogy vajon hisznek-e önök annyira a demokráciában, hogy úgy tudják látni azt, mint ami erős és elég biztos lábakon áll ahhoz, hogy ne tudja bármilyen parazita ledönteni a lábáról. És tehát, hogy hisznek-e önök annyira a demokráciában, hogy úgy gondolják, hogy egészséges és egy biztos alap ahhoz, hogyha megrázza magát, akkor azok, akiket önök a demokráciára veszélyesnek tartanak, azt le tudja rázni magáról, vagy pedig korlátozni kell, mert hogy a szólásszabadság korlátozása az a véleménynyilvánítás szabadságán, meg a vélemények ütközésén, meg a többség véleményének a szabad érvényesülésén alapuló rendszer, ugyebár, tehát hogyha korlátozni kell a demokráciát ahhoz, hogy a saját önvédelme az megerősödjön. És még egy lábjegyzet. Tehát bocsásson meg, egy lábjegyzetet csak úgy gyorsan idebigyeztek a végére, hogy talán volt elidézett az, hogy semmiben nem értek veled egyet, de mindent megtennék, hogy kifejthesd a véleményedet. Akár az életemet adnám azért, akár az élete, így pont. Hogy elmondhassd azt, amit gondolsz. Ezt már hallottam SZDSZ-es politikusoktól is, ezt az idézetet. Egyébként pedig az érdemi válaszom a kérdésre az, hogy a jogrendszert és a demokráciát éppen az alkotmányos törvények és az alkotmányos jogszabályok, a társadalom védelmét célzó jogszabályok biztosítják. Ez és maga nyilván a társadalmi kultúra. Én azt gondolom, ez a kettő együtt. És az, hogyha ez a jogszabály megalkotásra kerül, akkor éppen a demokráciát fogja azáltal erősíteni, hogy a társadalom egyes csoportjait, rétegeit megvédi a becsületüket, emberi méltóságokat ért támadástól, és ez eleme, építő köve lesz a demokrácia szilárdságának és megszilárdításának. Egyetérte ön velem abban, hogy amidőn a szólás szabadságát kívánja, amely egy jog, egy alapvető jog, kívánja korlátozni, hogy én ezt a törvényjavaslatot, amit ön begyújtott, antiliberálisnak bélyegzem. Egyetértünk-e? Elkezdtünk, nem értek egyet vele. Ön természetesen annak bélyegzi, aminek gondolja, de azt nem várja, hogy egyet értsek a véleményével. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk itt. Én köszönöm a beszélgetést, viszonthallásra. Viszonthallásra. Még egy mondás jut az én eszembe, ahol a morál megszűnik, ott kezdődik a jog.